Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Lantos utca 8. Az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lantos utca 8 című műsorunk negyedik adása, itt a Parallax és Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető partnereimet, először is Korda Gyuri bácsit. Szia Gyuri bácsi! Szervusz Ádám, köszöntöm a kedves hallgatókat. És Melon Attila, szia Melon. <laughs> szia Ádám, szia Gyuri bácsi, sziasztok hallgatók. Na Gyuri bácsi, mi történt az előző, hogy ebben a részben, hol tartunk most gazdag réten? Klárikám ugye a telefonnak kapcsolatban, oh, bocsánat, hogy mondjad Klárikám? Jaj, Bocs, el kell de bocs, a fellépésük lesz Klárikába, el kell énekelnünk a Reptér című tehát úgyhogy van valami Gergő, neki szólok, hogy jöjjön le, de jó? Bocsáss bocsás meg, Gyuri bácsi, de az, 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 előző részben, volt. Igen, tudom, csak hát mi már eléggé öregek vagyunk, úgyhogy ezért most megyünk, úgyhogy szólok Kicsit ennek későn érti, Gergőnek, bácsi. hogy jöjjön ide, de haragudjatok. begyek megyek, Klárikába, megyek, megyek! Szóval Gergő, ha már így el kellett menni Gyuri bának, akkor, akkor kérlek mondd el, hogy ebben a részben mire számíthattak a kedves televízió néző gyermekek? Hát először is szia, szia mindenkinek, itt Gyuri bácsi teljesen, na mindegy, szóval botrány volt itt. Viszont a következő rész a szomszédokban nem botrányjal kezdődik, hanem a Júlcsi által tökéletesen meg, megoldott problémát, hogy ez a telefonkérdés, hogy ki helyezte a közös helyiségbe, éppen Jutka veszi igénybe, és Ferencet hívja. És azt látni kell, hogy a becsületkasszát Jutka igénybe is veszi. Tehát mielőtt tárcsáz, bedobja a két forintot, feltételezem azt nem látjuk, de valamit bedob, és gondolom, hogy nem egy üres gombot. Itt csak ennyit látunk, hogy ő Ferencet hívja a telefonon, de különösebb okot nem látunk ezért Almára váltunk rögtön, akinek ezúttal megfelel a Laci moci is, Laci moci. És, itt, és, itt, és, itt, és itt már rögtön Jó. egy dráma érkezik, mert hát Lászlónk teljes joggal szerintem sérelmezi, hogy hát mi van köztük, nem men mostanában sehova, szó volt arról, hogy elmennek ide, szó volt, hogy elmennek oda, Ugye ez a szerencsétlen folyton itt a haptákban, még mondja is neki, hogy élete értelmének, vagy valami hasonlóképpen mondja, bármikor szívesen rendelkezésre áll, és hát mi történt köztünk? Kérdezi ugye Almától, aki hát elég flagma módon közli vele, hogy hát mi történt, de nincs nekem senki, mert ugye ezt is megkérdezi tőle Laci, van-e valakid? hülyeségeket beszélsz, de egyébként is hagyjál már, nem esküdtem mind örök hűséget, semmi között hozzá, semmi között hozzá, hogy mit csinálok. Hát Szegény László majd nem leesik a motorról. Igen, de itt meg azt sugalja a történet, hogy ők járnak. Igen, nekem is úgy tűnik, és, és mintha arra is utalt volna, hogy mi történt velünk az utóbbi időben, mint hogyha valami megváltozott volna a korábbihoz képest. Tehát nekem az első résztől kezdve ez jön le, hogy ők járnak, csak ez valahogy, mintha Alma elfelejtette volna. Nem tudom, megsavanyodott, vagy mi? Eldönthetném már, hogy körte vagy Alma. Hát nem, ugye? Döntsük el. És még mindig tudják hozni egyébként, mert a negyedik résznél is ugyanezt a megfáradt poént. Tehát elkéne döntöm, most akkor átmenjük a francia rébé, vagy most akkor mi lesz? Tehát tehát az, eltelt kettő hónap, és ez a poén, ez még mindig nem lett jobb. <laughs> de ugyanúgy húzzák. De engedjük meg nekik, hogy két hetente valószínűleg már elfelejthet, hogy állandó körtézés van. Mm. És hát ugye, egy nagyon fontos dolog még, mielőtt Attilának átadjuk, Pedig átadjuk mert? a szót, ha szeretné. Lenkenének van egy rossz szokása, hogy állandóan benne hagyja a zárba a kulcsot, és emiatt kívülről nem lehet bemenni kulcsal, és de folyton csöngetni kell. És ezt már több, sokadik alkalommal csinálja. Ez valamiért egy fontos elem ennek a sorozatnak, vagy teleregének, vagy bárminek, hogy Lenken néninek az a fét is, hogy bemarad a kulcs az árban, és ezt mindig szóvá kell tenni. Attila, tudod de mi következik most? Legjobb emlékezetem szerint itt jön a Bőmbácsi megköszönni ugye helyéknek, hogy ők a telefont így a házszolgálatába állították. Így, ahogy mondod. És itt kapja meg azt a kultikus nevet Bőmbácsi, hogy közös bőm, kicsit túl is tolnak, én azt gondolom, itt az első években, amíg a, a Máriás József él és alakítja bőmbácsit, addig azért egy kicsit, ezt egy kicsit túl is tolják, mint ezt a körte és alma. Jó, hogy dolgot. túl sokat használják? Én kicsit olyan elcsépelté válik, nagyon olyan értelemben és szerintem, hogy már így. Szóval nem úgy válik nevetséges, ső, hogy kéne. Igen, de ha úgy nézed, egy öreg, egy öreg bácsiról van szó, ki egyedül van, és szerintem ez neki rohadt jól esik. Tehát lennél te is ilyen baromi öreg egyedül, hogy, hogy tudod, az öregeknek sokszor bajuk ez, hogy úgy érzik, hogy már nincs rájuk szükség. Ó, ez egyébként ez szép, ez igazad van. Az és, itt, és, itt, följön az, hogy, hogy ő, hogy, ő, hogy, ő, hogy, ő, rá szükség van, hogy ő egy fogalom fogalommá válik gyakorlatilag, aki nélkül nincs előre mert Szerintem ez nagyon szép. És kedvesebb is, mint amikor láttuk az első részben megjelenni, és rögtön rasszizmus volt így van. Kinyitotta a rasszizmus ládikát. Nem rasszizmus De volt. mert látta a fülkarikáját. A fülkarika. A fülkarika. A fülkarikáját. De annak hát idején pánik. te nem hallottál a fülkarikásokra száró? Hát az volt. Nekem is volt fülkarikám, akkor engem sengedtek se volna be? Téged most se engednének be. Papírod az volt az. hozzá? Ez az. Benne volt, benne volt a személyben, hogy van fülkarikám. ő ah, már jó. Engedélyezett fülkarika minisztérium által, az úgy rendben van, a tanács, á, bocsánat, tanács által engedélyezett. És hogy Ádámnak megint kicsit aládolgozzak, mert ő annyira szereti Juli karakterét, Attila mondta az ebből. Hát összes ő... házasodott vele annyira. Hát, ne, neked, neked te barom, te neked te ádám. ádám, neked te Ádám, neked, szóval neked te most te barom. <laughs> Valahogy, valahogy, számozik én Ádám egy Ádám kettő, valamit csinálni kell ezzel. <laughs> tök egyszerű, mert van a nagy fehér, meg a nagy. Jó, tehát van a nagy Ádám, meg a nagy fehér Ádám. Nem, mert a nagy Ádám az más, a fókuszcsoportos Ádám, ez meg a Parallaxis univerzum. A jó, akkor, akkor marad csak Be Bevezetjük szintén. a Tamás hazást. Együnk egy kis csokit. Ja, igen, Tamás, az, az, az <laughs> még játszik. Uj. Az Itt. meg játsz, képzeljétek el, segítettem egy, ez tökre nem ide tartozik, segítettem most egy vizsgafilmben, és kedveskedni az akart, kedveskedni akarta a, egyetemista, akinek segítettem, és ezért kiírta ilyen ez special thanks az én nevemet is, de hát Horváth Ádámot írt csak sajnos, szóval. Na ez, ez, ez Isten káromlásnak felért, csak hogy tudjuk. És erre, erre, a párom csak annyit kérdezett, hogy miért nem lesz te Horváth Ádám? Miért kell Horváth Ádám Tamásnak? Hát mondom, ez a nevem. Neked a szimplán nagynak alá dolgoznék azzal, hogy ugye, hogy bőn megköszöni az egész ház nevében némi itókával felvértezve ezt a segítséget. Igen, és azért ránéz Ádám Julira ezzel, azzal az arccal, ami azt jelenti, hogy na látod, na látod, te bunkó voltál, kinyitottad a bunkó ládikát, kedves Juli, mint mindig. És Juli folytatta ezt azzal, hogy be is zsebelte a köszönetet azért, amihez semmi köze nincsen. Sőt, ő hisztériázott egész, így van. A dáma ismét szírelépett, hogy neki ez egész azt mondta, hogy ez úgy, hogy van, nem jó. De amikor jön a hála, ó, hát mekkora királylány vagyok. Tudja, amikor kell odaállni. Így. Én most eldöntöm, és itt elmondom a kedves hallgatóknak, hogy én mindenképpen azon leszek, hogy ebben a műsorban létrejöjjön egy Edit beszélgetés, ahol bocsánatot, bocsánatot tudunk kérni azok miatt a csúnya dolgok miatt, amit az ő általa játszott karakterre Ezt mondunk. Mert, mert azt gondolom, hogy ezeket, ezek annyira összefortak ezek az emberek amúgy a karakterükkel, hogy, hogy mindig úgy bennem van, hogy annyira szeretem a hangját, szeretem, ahogy igen. játszik, egy nagyon kedves nőnek tartom, nagyon szimpatikus, és közben még mindig meglátom, és feláll a szőr a hátamon, mert én Julit látom. És az és ő... tegyük hozzá, hogy azért is van ez így, azért is, mert annyira jól csinál. Igen, igen. Kedves Edith, ezúttal szeretnék meghívni Ebbe a de minden alkalommal elnézést kérni, hogy minden egyes eke, és ebből még lesz rengeteg Julinak. Ó, csak most, most kezdődik, kedves az, az Edith. Nem Edith. Az nem Frajteditnek szó, mert Frajtedit csodálatos, Juli nem feltétlenül, mert tudom, hogy most már Attilának kell beszélnie, mert érzem, de ö, bőm hoz egy <laughs> bőm hoz egy témát a bizonyos vadászékról, amit majd te elmondasz, hogy miről van szó, ha el tudod mondani. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy vadászék is a hetediken laknak. Tehát ez a ház az első emeletből, meg a hetedikből áll. Nem, a hetediken laknak a problémás. Ja, értem. azért ezt így tudjuk meg. Szóval mi van ezekkel a vadászékkal? Várjál, már kezdünk vadászni. Igen, mert most már bőm rögtön, miután Juli bezsebelt a köszönetet. Várjál, Mellon, oda csavar, oda csévél itt a magnókazettát. Igen, nézem közben, ezért ilyen kis Igen, nekem, nekem skriptem van, ne viccelj velem. Ja, hogy neked skripted van. Jó, Persze. én egy kicsit később akartam ugye az epizód végén beszélni. De muszáj most akkor beszélni, akkor mert Jó, akkor neki. kezdjük el vadászékat. De aludtam, jó. kinyitottam a szememet, valami részegnő bejött valami lakásba, majd kiment. Megtaláltad vadászni. És akkor egy pillanatra felsejlik a szintén hetedik emeleti problémás lakó, hiszen az összes problémás lakó hetedik emeleten van ebben a házban, vadászné karaktere akit egyelőre még csak egy kicsit meglibbentenek számunkra az alkotók, azonban a rész vége felé egy komoly végkifejletet is kap vadászék sztoria, úgyhogy vadászékról egyelőre ennyi fedje őket még egyelőre, jótékony homályba hagyjuk a további részét az ő történetüknek. Kivéve annyit, hogy azért bőm, a közös bőm annyit azért bizony közöl, hogy itt azért a vadászékkal van gond, mert hogy az asszony iszik, és a férje egy idő után megunja, azt kizárja és mit csinál az asszony ezért? Énekel. Na de hát ki énekel még ebben a házban? Volt egy, volt egy szomszédom, most, a, mostanhoz képest egy költözéssel ezelőtt, mire ez adásban vagy két költözéssel ezelőtt, aki, aki, ugyanúgy vadász volt a vezeték neve, és az egész házban csak vele volt gond. De a simán bejön a lakásba, vagy ott, ott mi történik komolyan? a telefon kincsöng valószínűleg, kincsöng a telefon. Kincsünk, és ő felveszi, és valakit keresnek. És tudja, hogy hova kell jönni, mert most az egész ház tudja, hogy itt van a központi telefon. És ő bejön, hogy valakit keresnek. Valaki nem tudom ki, valami nem tudom ki, keresnek a telefonon, és kimegy. Ennyit jelenleg a szerepe, hogy meglássuk azt, hogy ő egyébként részeges. Mi Csak sejteni véjük, hogy valószínűleg ő lesz. Ebben a sorozatban a 331 rész alatt sem sikerül jól részeget játszani. Ezt írt fel, mert akkor majd figyeljük, és én erre ki figyelni fogok, mert ez tényleg nem volt jó. A, a legrosszabb karakter majd a sorozatban az majd jóval később a Hacser Józsa által alakított Igen. feltételezhető anyja a Ferinek, vagy valami ilyesmi, nem tudom most így a sztorit, de hogy, körül, de hogy körülbelül mindenki így játszik részeget, mint ő is játszott, és megint csak azt tudom mondani, hogy csodálatos, nagyon jó magyar színészek, egyszerűen nem képesek. Ez olyan, mint hogy a magyar filmekben, ha esznek, akkor mindenki telítőmi a száját. Na most uh, szerintem egyébként lehet, hogy azért nem sikerül ezeket a részek karaktereket jól hozni, hiszen az előző részből megtudhattuk, hogy akkor tiltották be a rádióban és a tévében az alkoholfogyasztást, tehát innentől kezdve nem lehetett... Csak a, a... forgács Gábor tudja a részeget játszani, kész. Nem lehetett a forgatásokon inni. Ennyi. Jó, figyelj, és szeszélyes évszakok kibeszélőt is indíthatunk majd egyszer, ha... Mindenképpen, úgy van. mert ott, 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 ott olyan anekdóták vannak, hogy eszméletlen. Az a baj, hogy a vége lehet, hogy mi poérokat nyomunk, de ez egy másik kérdés. Jó, én jó vagyok, de na. Ja, most volt az, hogy nagyon jó, a kedves hallgatók most mondták, hogy jó, na kapjátok be, ezt kikapcsolták. de ezt a részt Ádám úgy is kívánja. De mi nem kapjuk be, ezért ne kapcsolja ki senki. Nem vág Ádám semmit, ez benne marad. Tehát ez, sőt, ső, benne marad ezután külön. Hiába mondtad azt, hogy ezt adáson kívül mondod, az Itt. adásban is benne lesz. Az emberek egyébként is hát kinyitják ezt a podcastet, és arra, ezt szokom mondani, most becsukjuk ezt a podcast, kinyitjuk ezt a a podcastet, becsukjuk ezt a podcastet. Hagyjuk ezeket a vadászokat egyelőre, mert bár a vadászné is ugyanúgy énekel, mint Sümegi, ugye Júlcsi újja poénja, hogy hát nem csak vadászné énekel. Tudod, hogy miért nem tudnak ezzel a vadászsal mit csinálni? Még nincs itt a Trokán Péter, az erdész. Annyit azért ejtsünk róla, szót, szóval, ugyan én emlékeztem arra, hogy ő nem az első perctől kezdve ő, kerül bele, mert emlékszem arra a részre, vagy arra a jelenetre, amikor összeismerkedik az almával, de én azt hittem, hogy azért az első részek be, az első négy részben mondjuk azért ez benne lesz. Nem, és bizony az többet még kell várnunk, így van. Pedig azért, ha azt mondjuk, hogy Trokán Péter, akkor azért mindenki azt hiszi, hogy az első. Hát trokán később kerül bele, hát mint az, az a nőci, aki a rádióba dolgozik, és vitte a varázsitalt az előző. Na részben. Jó, de aztán trokának több szerepe lesz. És én nagyon várom, hogy ugyanabban a színű melegítőben feszítsen a tévő, mint amilyen apámnak is volt. Jaj, az a susogós. Ne az, az a fekete, és ez a, a neon-zöld, neon-kék csík rajta. Majd meglátjátok, amikor eljön. Ez irigyelt ladanívával járt mindig. Ezen. Jaj, de jó volt az, ahogy csapja az ajtót. Annak az ajtónak a hangja az, az utánozhatatlan. De hát sajnos nekünk nincs ladanívánk, hanem egyébként csak Lenker, lenkék nézik a tévét. Én az egy vasúti szerencsétlenségről éppen. Egyébként ez tényleg megtörtént, történt. tehát ez szintén ugye itt a híradó jelleget ö, hozzuk és ami a legszebb az egészben, hogy még a híradóban, tehát itt a kis híradó, nagy híradójában, bemondják név szerint, hogy nem tudom én, milyen, József egyéni fuvarozó behajtotta 61 tonnás. Név szerint meg van említve egy tragédia résztvevője, hát azért ez eléggé 80-as évek, ez azért manapság elképzel. Akkoriban a GDPR még nem volt ennyire kifejlesztett. Igen. Ezt így elég finom. De megint nem értettem, hogy miért nem látjuk nagy, tehát miért nem látunk bevágást, miért csak a tévén keresztül látjuk. Mert hogy láss, hogy a taki nézi, nem de te? Értem, de megmutatják, hogy a taki nézi, aztán megmutatjuk nagy totálba, annak tényleg van valami mondani valója ennek a dolognak. Hát gondolom azért volt benne, hogy megint azt a mini Csak híradot. azért, hogy, hogy tudjál róla, hogy Meg, meg, van meg ez... azt gondolom, hogy azért, hogy, hogy közelebb hozzák az alkotók a, a, a hétköznapi dolgokhoz, az étköznapi emberekhez, hát hiszen az történik itt, ami a valóság, összefolyik a valóság, és, és, a, és a fikció. Hát ez Igen, egy... de ez csak, ez csak, azért kellett, hogy legyen egy kis, kis színes híradó, ami ugye, mint tudjuk, van, tehát történt, ez a bulvárrész, rész, ami bekerült, a kis híradó, a nagy híradóban, vagy a nagy híradóban. Meg a addig se kell forgatókönyvet írni. Mert a főcsapás irány az az, hogy az a terv, hogy Lenkék testvéréhez, testvéréhez kell menni Ózdra, ahova Alma nem akar menni, mert ő fáradt, és egyébként is hagyják őt ezzel békén. Amit Lenke természetesen hisztivel vesz tudomásút, aki viszont lerendezi, hogy hát ha nem jössz, akkor nem jössz, mindenki csihadjon, ő kikapcsolja a tévét, mert holnap korán kell kelni, azt hello. Mert Alma nem tudja, hogy ózda csodák csodája, ezért kihagy. <hums> De nem kikapcsolja a tévét, elzárja. El, ja, igen. <hums> elzárja a tévét, mert fáradtak lesznek az utazáshoz. Egyik sem vezet, tehát egy buszon fognak ülni, ahol le lehajthatják a fejüket. A következő jelenet, ahol Volánnal érkezik a Takács Family Light Ózdra, ugye almamentesen, úgyhogy nincs velük elég vitamin. Venke pedig eléggé szét van csúszva ezért, és nem emlékszik arra, hogy kihúzta é a kávéfőzőt, elhozta egyáltalán a kukkert, úgyhogy ott van némi Benny Hill show, hogy ott félig meddig leszállva az út kellős közepén ö, felforgatja a táskát, hogy bizony megvan a kukker. Ezért nincsen közös jelenete a kulkának meg a fehér annának. Napi nap, nap egy nap, volt egy alma, az orvos távol tartja. Uh. Uh. Igen, Ádám, ezért. Uh. Megfejtetted. Uh, hogy volt ez a szóvic bűnözésnek a díjazása? Ezt ki kéne terjeszteni egyébként a szarpoérokra Néhány is. nap, érted, elég telt el néhány nap március 15-e óta, és, és, egyszerűen ilyen, ilyen műsor, tehát hogy, hogy lehet csinálni gyerekek? Viszont Szegény jutkát emiatt raportra hívják többek között. A későbbi postás csaj, hirtelen nem üteszem a színésznő neve, már elhúnyt, aki a kutyának lesz a postás Ő a... Igen, földi teri. Földi teri, Köszönöm. igen, igen. Imádom a hangját, imádtam a hangját, meg imádtam a színésznőt is, igen. Olyan hallgatónk van, aki nézte a Szívek szállodáját Gilmore Girls, tehát a, a nagyi, a özel, öreg asszonynak a fantasztikus magyar hangja egyébként. Nagyon sokat adott hozzá szerintem ahhoz a karakterhez. És, és, mi, és micsoda összefüggések, mert hogy a földi teri játsz az igazgatónőt, és az első probléma Jutkával kapcsolatban földi terinek, hogy a terikét uh, jut, Jutka Pestrája. <hállt> <hállt> Na, de tudjuk, mi a probléma. Amúgy ilyen tipikus uh, szocializmusos igazgató. Ja, itt is. Amúgy... Majd, később megy át a, egyébként a Csiki hegyekbe. Ez hát, még hogy... ma megtörténik félig meddig, de most még ő a régi van, mert a, a díszlet, az ablakon is a belvárosi házak látszanak. És, és, és miért akciózik? Miért akciózik, kedves Jutka? Hogy, a, hogy énekelje a nép, a gyerekek. Előtérben nyomja a három C-t. Tehát, hogy ez, ez, egy ilyen probléma, hogy előtérbe akar. De gyerekek, egész pontosan akkor, akkor adjuk át a, a ezt a puha szocialista igazgató feelinget, mert egész pontosan a gond az elsősorban, hogy Jutka Terikének minden nap reggelit visz, és ezzel megoszta a gyermekek kollektíváját. A másik probléma, hogy Jutkának az újítását nem díjazza a bizonyos tantestület bizonyos része, Miszerint ki akar tűnni azzal a bizonyos három c-vel, hogy az évzára nem lemezről, hanem élőben akar énekelni a himnuszt és vagy a szózatot az osztályával. A szózatot. Itt nem lehet ilyeneket mert a követelményeknek meg kell felelni. Műsornyitáskor himnusz, műsorzálaszkor szózat, tudod. Igen, de itt most csak a szózatról van szó igazából. Ő a lemezről, velő lejátszásról a himnusz is bemondták valamiért, lehet, hogy ott így csinálták. De nem lehetett hát a szocializmusban énekelni a himnuszt? De lehet, csak azt meg kell érteni, hogy az az énekkar feladata. Meg kell felelni a követelményeknek, itten szülői bejelentés volt, hogy itten valaki meg akarja bontani ja, ugye, a... a himnusz nem énekelheti bárki, csak aki erre méltó. Miért nem kérik fel meg Nem, itt nem lehet, itt nem lehet partizánkodni, uh, reklámogulyás marciéknak, mert itt rend van követelmények vannak. Igazságot a három c nek Igazságot a három Meg fogják kapni az igazságot a három... Meg fogják kapni. Kiszúrják azért... valamivel ezeknek a gyerekeknek a szemét azzal, hogy tudod mit, Jucka, akkor megkérjük a pirinénit, hogy az énekkarosokkal készüljenek együtt a három c sek és akkor együtt énekelhetjük lemezről meg mindenki. De énekelhetett a három c vagy nem? Ezt majd a végén megtudjuk. Ezt most hagyjuk meg függő játszmában, mi lesz a 3C sorsa. Süt. Vajon mi lesz a három c sorsa? Vajon megtudja Cartman ki az apja? Hamarosan kiderül. Így van. <sítható> Vajon a, vajon, a, de, a Denveri... Denveri Mustangok. Denveri Mustangok, hát a kedvenc csapatom az NFL-ben, én Denver Broncos szurkoló vagyok, és ez a Denveri Mustangok magyarul nagyon fura nekem. <laughs> és ezt a hallgatók nem látják, Gergő előkap. A Denveres. a bronkozos. Denver <laughs> Dino, jó barát, ősidőkből <laughs> szól hozzánk. Ezt a Denver Dino jó barátot, amióta én ismerem Ádámot, hogy ezt ő hányszor énekelte el nekem, bármilyen okból kifolyólag. Szóval akkor takácsék érkezzenek meg Ózdra. Így van, Attila, a nekünk már erről az Azt ózdi... hallottátok, hogy Majka Ózdi szpolgára lett? Igen. Hát ő az Ózdi hős. Én, 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 is, ha a kőbánya díszpolgára lehetnék, akkor... Takácsék megérkeznek, Ózdra! a lelke testvéréknek a kis kertjében, ücsörögnek a, hát akkor még nem Flair asztalnál, de valami jó kis kerti bútornál, és hát előkerül az ugye, hogy mi lesz a kis srácnak a sorsa a jövőben. És ki a kis srác? Tudjátok, hogy ki a kis srác? Mármint színészileg? Ugalmam nincs. Német Kristóf. Érdekes, hogy ő később még Júlcsi lovagjaként visszatér. És a kertész Géza a barátok közből. Kár, hogy most már barátok köztös példát kell hozni, és nem szomszédokosat. Pacsi, egyetértek. Ledöbbentem. Itt még tudott, itt még tudott játszani. Mármint kártyázni? Nem, itt még tudott színészkedni a német Kristóf, később felejt csak el. Figyelj, ezt is ki fogja Barátok közben még azért voltak jó pillanatai. M mert önmagát játszotta, de nem voltak jó pillanatai. Emlékszel, amikor megérkezik, amikor a Juga veronika bulit csinálnak, és akkor hozza a piát. Ott mindenki nagyon ripacs volt szinte, kivéve egy-két. Hát akkor nekem itt kell bevallom, egy büdös részt nem láttam belőle. Na jó, van, menjünk tovább. Szóval, hogy német Kristóf ott van az asztalnál, és hogy mi lesz az ő sorsa? Ez miért téma? Ki ő amúgy ott a, a... Menjünk távolról, tehát ugye most kezd el abba a korba lenni, hogy el kell döntenie, hogy mégis mi a francot akar az élettől, bár szerintem ez egy kicsit fiatal, és ezt egy jó kis parti közben, hiszen azért már a pénzbeli szerencsejátékot azt a gyerekkel lehet játszani. Sőt, promotálni neki. Igen. Szóval itt közben megbeszélik, hogy hát ő igazából cukrásznak kéne, hogy menjen. És Jobban hát, jártuk volna mindannyian, ha cukrásznak megy, és nem színésznek, de mindegy, igen. Megbeszélik, hogy neki cukrásznak kéne, és hát ezt hol máshol lehetne a legjobban megtanulni, mint Budapesten. Erre egy kicsit később vissza is fogunk térni, ezzel kapcsolatban azért intéztek lenkékhez bizonyos kérdéseket, kéréseket de egyelőre egy, mondjuk úgy, hogy egy kis idilt láthatunk itt a vidéki életről. Ugye itt följön a Lenkenéni bent a kibácsiban, is, az, hogy hiányzik nekik a kert, hogy ugye bekerültek a panelba. Kutya biztos nem hozzák fel, hogy a kutya hiányzik. Az nem volt. Ennyit ért Lenkének a kutya. Na majd, ha kutya úr jön a Majd, az ha amra. jön a Gellert, akkor jó lesz. Júli percek következnek, ez hívhatjuk így júli Még hozzá hosszú júli percek. Hosszú júli percek következnek. Kinek az arcát krémezi? Azt már tudjuk, meg majd látjuk, mert Júli és Julcsi, aki a klónja, de nem, csak névileg, Ö, vásárolni mennek. És hát ugye, Juli már kapásból leoltja szegény Julcsit, hogy miért nem írtad össze a vásárlandók listáját a táborozáshoz. De tudja fejből. Pedig, várj, pedig háromszor is kértem. Lecseszi szegény lányát, erre jön a twist, hogy ő bizony összeírta, oda is tette a mutertáskájához, aki valószínűleg cseszett az egészre, de Julcsi fejből tudja a listát. Tehát megint le a szegény kislánya semmiért, holott ő összeírta a listát, Mama nem hozta el, de ő még ennek ellene fejből is el tudja neki mondani. Vigyáztam? Apropó Rokán Péter, hol van még etus? Etus sincs még benne, nem láttuk fölbukkanni etust. Említél szinten volt, mert most a pont Most, fog, mond, pont most ha, Hamarosan meg fog érkezni etus meg is. pont most fognak beszélni róla. Cserébe ezért, hogy ő, Juli lecseszte a jú, szegény Julcsit, ezért jutalomból, mivel hogy Julcsinak jöttek vásárolni, Julinak néznek ruhát. Teljesen logikus, tehát én ezt értem. 1200 forintos... Bűnronda. 1290, 1290 forint. Kedves ért. hallgatók, tudjuk, hogy a 80-as évek végén, 90-es években nagyon sok bűnronda ruha volt az életben, a, itt az országban is, meg a világban is. De az, amit a 1290 forintért, ami szerintem azért 87-ben, az, az, Nem az volt sok, kevés, sok az pénz sok volt, volt, igen. Főleg ezért. Bizony. Szóval valami fantasztikusan undorítóan. Néz az, hogy Hofit idézzem, hogy a világ minden pontjára összegyűjtett egy kis szart, és így egybegyúrodna. Ez pont az a ruha. 87 táján egy átlagos fizetés, ez 10 és 15 ezer forint között volt. Ezért a ruháért 100 forint is sok lesz, Ezért a ruháért hány napig kellett volna arcokat kenegetni a szegény Julinak? Tudjuk-e, mi lesz ezzel a ruhával? mert most ki... Te... Volt jött a szövetkezetben? Kozmetikusoknál mindig volt. Persze. Hát ebbe adhat, hogy ő annyira, vagy nem balról-jobbra, hanem jobbról-balra csinálta a köröket. Ez, ez e Ekkor mindig hat. balra kellett. Na, de oldjuk fel ezt a problémát, jó? Hát még a Juli nagyon-nagyon húzza a száját, látszik, hogy nagyon akarja ezt a csodálatos, fantasztikus ruhát, de hát azért rágálják. Úgyhogy mindezért úgy gondolja, hogy hát itt a jócsit kéne kompenzálni. Igen, valamelyen. de hazudik ott cikinek érzi, mert azt mondja, hogy nincs náluk annyi pénz, majd később azt mondja, hogy ez drága, erre nincs pénzünk. De ott nem akarta azt mondani a nagyon nyájas és túlöltözött eladónak a centrumáruházban, hogy... A két ki is nézte magának, Júli. Igen, hogy ez bizony. Ja, hát persze, hiszen azt mondja, hát kedves hallgatók, hát ezt képzeljétek el. Azt mondja a Júlcsinak, tehát Ábel Anitának, hogy hát a nővéred, az ennél átlátszóbb a nővéred. Hát azért látszik rajta, hogy az anyja. Hát el, el is zavarja utána a Később, Júlcsi. Később, amikor már nagykorú már a Júli, vagy a Júlcsi, bocsánat, és mennek a Júlival ketten, ott már azért jobban hihető, hogy esetleg a nővére mert egyébként itt egy csodálatosan szép nő, tehát hogy, hogy de itt, hát az, az, egy... Eladónak is bejött piszkosul. Érted, ez egy, ez egy, 30 éves nő, meg egy 40 éves, vagy egy 40 éves kis nő. de most, bocsánat, be ebbe a bajuszos centrum eladóba, és tényleg az arc, mit... Ó, óriás, nem nem az arc, amit óriási. Gyakorlatilag nyáladzik, csak nem látszik. A gyakorlatilag így, így ilyenek a később a szomszédokban bemutatott pedofilek pedofilok. Ő mit csinál erre? Elküldi Julcsit, hogy fehér az kis csillag. Akkor az ott van arrébb, menjél szépen válogassál, addig én a mával maradok. <laughs> én és a mama simán kijön és megmutatja magát az eladó bácsinak, de pekhére Julcsi is visszaért a blúzzal. Mert ő, mert ő a fénysebességet meghazudtoló módon meg is vásárolta magának az olcsó fehér blúz. Hát nem egy korvináruház, azt mondom. Pedig ott voltak. <laughs> Centrumba voltam. <laughs> ja, igen, tényleg. Centrum Corvin, nem? No de... Korminban nem centrum nem. Úgy? volt. Viszont ez a ruha nagyon jól állt uh, Julinak. Pécsi kesztyű, Valószínűleg azért állt neki jól, mert Frajted itt szép volt, a ruha viszont csúnya, de Frajted itt még így is kompenzált ez az egészet, és hát Julcsi is promptolta édesanyját, hogy vegyük meg ezt a ruhát. Ő hajlandó lemondani az elemlámpáról is, és direkt olcsó blúzt is vett. De és hát... neki nem kell Adidas cipő. És neki nem kell Adidas meg Nike cipő, mint bárki so, másnak. meg legyen a szép ruhája. De hát nincs pénz, és nyaralás sem lesz, mert... Jaj, nyaralás ő... sem lesz, mert mindenki dolgozik, mint a güző. Az apád is már kivette a szabadságát az évelején, és így egyébként van. is. A nyaralás 331 részen keresztül téma. Mire vége az egyik nyaralásnak, már a következő nyaralás érvek De itt aggódnak a nyárra, és pont itt szó, er, szó esik az általat hiányolt etusról, a méltányos, méltány hiányolt etusról, mert hogy hozzá nem mehet uh, Júlcsi nyáron kempelni, mert hogy Júlcsi egy kiállításra készül. Na nem Júlcsi, Etus, bocsánat. Tehát Etushoz nem mehet Júlcsi, mert ő egy kiállításra készül. Na de ha, amikor megismerjük majd Etust, a későbbi Etust, akkor ez mennyire reális? Semennyire, ez csak itt szerintem a Julinak egy hiszi. Egyébként sem értem Etusnál, hogy például van az a nagyon nagy ház, és kb. másfél szobáját lakják, ráadásul van egy kaputelefon, kinn a kapunk kívül, de amikor valaki becsönget és azt mondja az, az Etus, hogy gyere be, akkor abban a pillanatban ott van. Új be! Igen, de abban a pillanatban, oda, akkor lép be az ajtón, a lakásajtón, a házajtón. Azért, mert Gyulcsi megtanította a fénysebessége való közlekedést a blúzvásárláskor. Köszönöm, hát pont ezért hoztam szóba, mert úgy néz ki, hogy itt összeérnek a dolgok, itt egy, egy idődilatáció esete áll fönn a szomszédokban, a világban, ahol mindig csütörtök van. Ennyi, meg tudják hajlítani a téridőt. És ez nincs ezzel semmi gond. Én azt gondolom, hogy ahol a, egy házban csak az első, meg a hetedik el laknak, az idő meghalítása már semmi. Ja, most kezdjük el nagyon darálni az epizódot, mert percek vannak vissza a műsorban. Ú, uh, az nem jó, mert éppen most Ózdra térnénk vissza. Nem, 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 még a hörcsögről beszéljünk egy két percet. Júcsi hörcsöget szeretne, most mehetünk Ózdra. Ennyi volt, nem akartam túltolni. De a Júlcsi trükkösen szeretne hörcsöget, ugye? Még ezt is elmondja az anyjának, hogy majd ő szaporítaná a hörcsöget, és akkor abból lenne anyjának ruha. Meg a nagy fehért már egyébként is meggyőzte erről. De mármint, hogy eladja, vagy levágja őket nem mindegy. Jó, én láttam már a tengeri malacos rizs receptjét, ez egy másik kérdés. Úgyhogy bármi lehet végül is, lehet Ádámnak igaza. Írta a Magenhem Júlia. <laughs> Na, szóval egy kicsit visszatérünk Ózra, és akkor itt feljönnek meg olyan problémák, amikből készültem. Ugye itt arról mesél a unokabáty, vagy mi ez a Lenkének a, a német Kristófnak valaki -e felmenő a Nagypapá, ilyen nagypapája. nagypapája. tehát itt most egy ilyen kis híradó lájtba megint, ugye, hogy itt nagyon átalakították a nyugdíjrendszert, ez pontosan ebben az időszakban volt, 87 és 88 között, piszkosul átalakították a nyugdíjrendszert, egyébként erre már majdnem, hogy olyan szintre jutottak, hogy 88-ban a bányászok azok majdnem elkezdtek tüntetni, és ugyanez volt ugye a kohászoknál is, mert hogy ilyen extra veszélyes munka, veszélyességi pótlékok, és ezt nem számították be nekik. Ezen megy egyébként itt a hajszat, tehát ez volt ez a nagy nyugdíj átalakítás, amiről itt beszélnek. Na most ezt itt ilyen... Illetve van még Ózon egy ö, nagyon komoly esemény, hiszen itt van a közhasznú munka premierje, fogalmazzák a, <laughs> az adott napok, azaz magyarul Ózdon és egyébként Miskolcon kitakarítanak folyómedret, lakótelepet, minden és ez a közhasznomunka munka premierje történik. Pontosan ekkor, 87 júniusában, amikor ez a rész kijak. De Ozdon egyébként csoki gyár, az végül is létesült? Mert ugye erről beszélnek, hogy a kohászat helyett ugye csoki fog fellendülni. De én nem emlékszem, hogy Ózdi csoki lenne, de aztán lehet, hogy én vagyok, mert szerencsém van, de az nem Ózd jó, szerintem ki nem tud erről, engedjük el, viszont nem tudom, emlékeztek -e, hogy a koászet üzem előtt, hogy elsétálnak, az a gyönyörű nagy hatalmas vörös csillag azért az ott felcsillan a képen. Hát ez Én mindenképpen ez kell a vörös csillag. 87-ben vagyunk egy gyár udvarán, hát... Viszont mi haladunk tovább, mert visszamegyünk Budapestre, Deziré házhoz jön, ha nem is azért, amire sokan gondolják, mert hogy üres a kéró, és ezt bőm ugye rögtön konstatálja, hogy hát nincsenek itthon a takácsék, de hát azért Dezirét ez nem különösebben zavarja. Ezért az osztályvezető elvtárs közeledni kíván beosztottjához, finoman fogalmazva, <laughs> hogy Alma mondta. És ekkor jön a nagyon-nagyon fontos momentum, megérkezik a Deziré név. Mert hogy azt mondja magáról, hogy Deziré, és itt Alma porigoltja, elkezdi oltani, de durván. Szeretném szó szerint idézni, ahogy ő mondja, hogy desiré. Nem Dezső, nem Deske, nem Döncike. Nagyon szép zsúrpius név. <gül> <gül> Ez egy ilyen tipik uh, szomszédok mondatok. És egyébként ezt, ezt a fehér Anna annyira szépen és annyira jól csinálja, én imádtam, tehát ezt visszatekertem többször, hogy ezt én akarom. Ez annyira jó, már csak azért is, mert oké, okay, nagyon jó egyébként maga a Dezirét játszó Kovács István is, de maga a karakter egyébként iszonyat, tehát de ez a Desiré ez egy borzasztó karakter számomra. És nem olyan gazdag, mint ami ennek tűnik. Igen, úgyhogy meg, megérdemli az, hogy leoltsák, és hát Desiré azért jön, hogy befűzze almát, de hát azért Alma nem... Nem mondod. nem, igen, de nem úgy van ám az. Hát Alma azért nem hagyja annyira magát. Annyira nem hagyja magát, de amikor Deziri úgy érzi, hogy talán mégis lehetne, akkor megcsöngetnek, és hát megérkezik bőm, és hát bizony Dezirinek az utolsó döfés még beküldi a kisi szeme közé, hogy hát a piros ladával elátar az utat babám, úgyhogy legyen olyan kedves, tipli van. És a legjobb, hogy a bőm meghallja ezt a nevet, mikor Alma mondja, jó, Igen. ha Deziré menj, akkor rájön, az ajtó, és távoz tőlem, sátán. Amit előtte szokás szerint latinul elmond, mert ő mindent latinul mond, de igen, távoz tőlem, sántán, lefordítja nekünk hülyéknek, amit én értékelek. Úgyhogy de, de meg, meg, lett a dezirérekt pillanat. Hú, gyerekek, egyébként még a résznek alig a felénél vagyunk. Nem, mert itt nagyon gyorsan haladunk, hiszen felék otthon esznek a nappaliban, és kempingszéken, nekünk sincs még berendezve a kérő rendesen. Bocsánat, ott van a Jankanénitől kapott. Az tekré. ott van, az ott van, annyira ott van, hogy Feri szerint ugye hogy fiú lesz a gyerek, és hát azt taglalja Feri, hogy Jutkának egy darabig nem kéne mennie dolgozni, viszont erre Jutka kapásból, a Jankanénitől kapott komódból, kapásból előszedi a piros csodafüzetet, amiben a teljes büdzsé le van vezetve előre 2040-ig. Fokrémmel, szappannal, mindennel. Ki van számolva minden, hogy nekik itt mindkettőknek dolgozni, különben nincsen pénz. És ekkor jön Ferenctől a javaslat, mi lenne akkor, ha már minden arra dolgozni akar, akkor legalább váltson iskolát, hiszen itt épül most ez az oskola itt a panel mellett. Hát nézzük legalább meg, mert ez legalább közel van, jobb lenne ilyen szempontból, és hát sikerül meggyőzni a végül is jutkát, hogy na jó van, nézzük meg aztán majd meglátjuk, milyen lesz. Közben eljött az évláró napja, és nekem nem feltűnt, hogy mágérnék egyébként külön ágyon alszanak. És a telefont éjjelre kinfelejtették, amit valaki lenyúlt, asztalostól, székestül. És egyébként nekem nagyon gyanús a Juli arca, amit vág erre, hogy eltűnt a zöld telefon. Hogy, mert, hogy Ádám ezt higgadtan veszi tudomásul, Juli viszont toporzékol, aztán Júlcsit megint leoltja, mert mérne mert valakibe bele kell rúgni, és ott Julcsi, júlcs, a macska. De hogy miért gyanús a Juli? mert ezek után hirtelen 180 fokos fordulatot tesz, hogy kell venni másik telefon. Egy fehéret. hát csak fehérek játszanak benne. Hát milyen ez, mint az amerikai Peter. Hát meg ott, a, a nagy fehér is ráadásul. Menjünk inkább az új iskolába feriékkel, ami még most készül, és ők kapásból bejutnak. Bejutottak ebbe a üres lakásba is simán. Igaz, igaz. Minden, mindenhova bele lehet. Bejutottak, jutni be, és fél. rögtön belefutottak Hável Imrébe, megérkezik Havel, az iskola igazgatója, akit Kis Gábor játszik. És Imre? Ő Hável Imre, az új iskola igazgatója, még nincs kész, de amit ő is takarít egyébként a tanárokkal együtt, és az ő alakító színész Kis Gábornak hívják. És, csak hogy érezzük, hogy melyik korban vagyunk, melyik évben, Hável félrehívja őket, miután kiderült, hogy nem beiratkozni, hanem melóért jöttek, és az iskolában cigivel kínálja őket a tanterem kellős közepén, de hát Ferenc időközben leszokott. Leszokott, mert ugye nincs rá pénz, meg a terhesség. Hát nyilván az is, persze. De csak hogy olyan durva, hogy a rész előző részben még bagózott, és most az iskolába ő már nem kér cigit, és most elérkezik az a drámai, félimedik drámai pont, amit Attilának hagyunk mindenképpen, mert milyen most Attila, ugye vadászékat is fűzve nyugodtan, mert hát lenkék megérkeznek, és lútoltak egy rakat gyümölcsöt a rokonoktól, na de, mi van ott? <laughs> Hú, ez most nagyon összecsapjuk itt a végét, azért. É, mert itt, a, itt történt. történt. Takácsék is megérkeznek Ótról és a főszereplők közül lényegében mindenki éppen a Lantos utcába ér, amikor is nagy balhé van, hiszen a hetedik emeletről, hiszen a hetedik emeleten vannak a problémások. Vadász úr éppen dobálja ki vadásznénak a holmiát, a vadászné pedig hát mondjuk erősen itt a sállapotban tartózkodik az épület aljában. Ezzel kapcsolatban egyébként Elég sok minden volt már az elmúlt két részben is fölfűzve az alkoholizmusra, és muszáj volt utána néznem. Úgyhogy megtaláltam a korányi kórházban kezelt narkománok listáját. Mondjuk Tehát, úgy, ez hogy ez elhoztad. Is, ez is itt van. Elhoztam magammal, igen. Na, egyébként marha pici esetszámokról beszél, beszélnek itt, ami különböző ilyen alkoholos esetek száma, viszont az tök jól látszott rajta hogy a 80-as években iszonyatosan emelkedőben van az alkohollal kapcsolatban kezelt betegeknek a száma. Tehát mondjuk 85 és 87 között megduplázódott a számok ott a korányban. A fele pont tapám volt szerintem, mert megszülettem 85-ben. Azért itt vannak ilyen érdekességek, hogy, hogy itt tényleg lehetett egy ilyen felfutás, és valószínűleg ezért is foglalkozott vele kiemelten a sorozat, mert azért az ilyenekre igyekeztek mindig odafigyelni. Igen, de bár ne foglalkoznának, majd alig várom azt a részt, amikor majd a füvezésben majd meghal valaki. ezzel szemben például a hasist, azt utoljára 85-ben kezeltek, hasismámorban. Utána már nem mondták meg, hogy embert. Egyébként teszem hozzá, hogy ami meg nagyon javult ebben az időszakban, hogy egyre kevesebb volt a szípus. Viszont ami romlott, az, az a lakók hozzáállása, mert hogy még a gravitációt meghazudtoló módon egyértelműen nem a hetedikről repülnek ki azok a cuccok a udvarra, úgyhogy közben a bőröndök majdnem fejbevernek, az egész ház ott van, de senki nem csinál semmit, csak magyaráz, csak is kizárólag Taki és Lenkenéni az, aki úgy gondolja, hogy hősiesen a sértett Némileg elázott hölgy segítségére kell sietni. Úgyhogy Lenkel megpróbálja őt fölkaparni a földről, nem, Taki megpróbálja fölkaparni őt a földről, amíg Lenkét megkéri, hogy szedje össze a kidobott cuccokat. De mivel három a magyar igazság, ezért Alma is megérkezik, és így hárman segítik föl a tajtrészek asszonyt, és megpróbálják őt valamerre elvinni innen. De ugyanennek a kis performancnak a másik oldalán pedig vadász urat ekkor feszi elő, Sümegi és Bőm úr. A Sümegi és Bőm kommandó, nevezzük őket így. <gül> <gül> így van. Hát a Sümegi, aki lényegében mindjárt bever egyet vadász úrnak. Majd Bőm úr, mint a béke embere, a béke nagykövete, jelzi, hogy hát akkor hát ő a feljelentés módjával fog élni, hogyha itt <laughs> De nem születik béke a vadász családban. És itt most egy anomáliára szeretném felhívni mindenki fény, mert az előbb mondtam, hogy amikor a hetedikről repültek ki azok a cuccok, az nem a hetedik volt. Olyannyira nem lehetett a hetedik, hogy vadászék lakásának száma a tízes. Ami nem jön ki a matek, hogyha még a négyes is az első emeleten van, ahol vágásék laknak, akkor nem lehet a tízes a hetediken. Bam, bam, bam. <laughs> És amíg lenkék a, a részek vadásziknak segítenek, addig a gyümölcsöt szétholták a kölkök és utána jön az évzáró jutka iskolájában, ahol Terike megkapja az igazgatói dicséretet, és jutalmat is kap. És mindenki együtt énekli a, a, a szózatot. A szózatot énekli el, nem a himnuszt. Lezárjuk az évet. De hát a 3C elénekelte a szózatot, hogy itt akkor a A 3 c sikerült megfejtjük. a szózatot elénekelni és mielőtt még mi ezt az adást el el elzárjuk, a rádiót és a televízió készüléket, beszéltünk a második rész végén a, azon a bizonyos szomszédok lezárásról, hogy mikor jön az, a, amikor mindenki megoszt egy bölcs gondolatot a végén. Most még nem, viszont a jelenet zárás az már van. Tehát most már úgy van, hogy bemutatják a színészeket gyorsan, kivágnak nekik egy, az adott részből egy jelenetet, ahol mutatják, hogy ő ott volt. Viszont két szereplő, egész pontosan a Jutka és a Feri, egy új néma jelenettel zár, ahol végén kiírják az ő nevéket is csak a bölcsességek nincsenek. Na jó, akkor szerintem zárjuk el ezt a mai részt, úgyhogy elmondom a kedves hallgatóknak, hogy legközelebb április 26-án érkezünk és jelentkezünk új szomszédok Podcast-tel innen Richfieldből, addig is Gizur Gergő, Melon Attila és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, és további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok és hogyha látnátok az Ádám arcát, tudnátok, hogy tényleg nem kell kép hozzá. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. A kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.